Megerősítették az Európai Uniós pénzügyminiszterek az Európai Bizottság javaslatát a magyar deficiteljárás folytatására. Az ECOFIN csoport szerint Magyarország eddig nem tett eleget azért, hogy államháztartási hiányát tartósan az Unióban előírt 3%-os küszöb alatt tartsa. Olli Rehn, a brüsszeli bizottság pénzügyi felelőse elmondta, hogy döntésük nyomán a bizottság várhatóan további ajánlásokat készít Magyarországnak. A testület szerint a tavalyi és idén várható kedvező magyar hiánymutató elsősorban egyszeri intézkedéseknek köszönhető, és nem garantál hosszabb távon fenntartható deficitkorlátozást. Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter Brüsszelben kijelentette, hogy a kormány minden szükséges intézkedést meghoz a hiány mérséklése érdekében.